Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Budapest főpolgármester helyettes asszonya, akit megkérünk, hogy addig is, amíg én fogászati kezelésen vagyok, addig ő mondja ki a saját nevét. Jó reggelt kívánok, Szalai Bobrovnicki Alexandra vagyok. Na legközelebb, amikor már túl leszek az összes fogkezeléseken, akkor ki fogom tudni mondani, hogy van. Jól, köszönöm szépen. Hogy telik a vakáció? Hát még a vakáció részt azt nem kezdtem el, de majd július végén vagy augusztus elején. Az gyerek, is ki fog derülni. De a gyerek már vakációban van. Félig már, már félig vakációban van, neki már nagyon jó dolga van, igen. Iszonyú nehéz volt ez a hétvége. Kerozingőz volt, minden el volt torlaszolva, hatalmas zaj volt. Nézte a repülőbemutatókat? Nem néztem, mert éppen családlátogatásom voltam Londonban, de követtem természetesen, meg hát az elmúlt években már része lett tulajdonképpen a budapesti nyári időszaknak a Red Bull versenye, úgyhogy tudom nyilván, hogy mi a problematika, illetve hát előtte nyilván én is a közlekedésben tapasztaltam azt a lezárást, ami a megelőző hetekben a városban jellemző volt, vagy ami befolyásolta a közlekedésünket. Kérdésre válaszolva, mintha a polgármester azt mondta volna, hogy ha ő lesz a főpolgármester jövőre is, akkor ilyen nagy felfordulás jövőre nem lesz. Mire gondoltad, hogy nem lesz légiparádé, vagy nem lesz felfordulás, vagy ő nem lesz a főpolgármester? Egészen pontosan azt mondta, hogy amíg ő főpolgármester, addig ilyen nagy felfordulást nem okozhat ez a verseny. Ezt ugye sokan úgy írták utána már meg, hogy ez azt jelenti, hogy akkor ez a verseny akkor nem is maradhat itt Budapesten. Szerintem teljesen ferdítése az ő nyilatkozatának. Én ezt úgy értelmezem, hogy a fővárosi önkormányzat természetesen örül olyan versenyeknek, amik egyébként turisztikai értékekkel rendelkeznek, meg amiknek a budapestiek is nézői és örülnek neki, de az, hogy egyébként most már a korábbi évekhez képest sokkal hosszabb ideig veszik igénybe például a rakpart lezárást, vagy sokkal nagyobb területről beszélünk, és ez ugye a közlekedésre is ilyen módon elég negatív befolyással van. Ez viszont nem akceptálható a főváros részéről. Sok vendégészakát hozott ez a fővárosnak? A Red Bull Air részt én szerintem nem vendégészakában lehet alapvetően mérni, bár hozott, biztos vagyok benne, hogy hozott, hiszen külföldről is jöttek folyamatosan szurkolók, főleg a környező országokból jellemzően. A turisztikai értéke az sokkal inkább azokban a képekben tud utána szerintem testet ölteni, amik a verseny során készülnek, hiszen azért azok a képeken a világörökségi helyszínek jelentős része is, ugye a Budai Vár, vagy éppen a parlament, ami nem világörökség, de hát mégis egy gyönyörű helyszín, vagy a hídjaink meg tudnak jelenni, és ezek valóban azt mondják, image teremtőek, és a Red Bull is azt nyilatkozta most már az elmúlt években nagyon sok helyen, hogy ez a verseny. Tehát, hogy sok országban, sok városban vannak Red Bull versenyek, de a budapesti az unikális, egyszerűen emiatt a környezet miatt. A látkép miatt, és nem lehet a képekből a környező házakat, a parlamentet és a szimbólumokat kivágni. Ez így van, szerencsére, de gondolom, hogy nem tehát is célt. Tehát amikor, ne öntsük ki a gyereket akkor, a fürdővízzel, én így azt így van, gondolom. Tehát akkor, amikor azt mondjuk, hogy ennyit meg ennyit áldoztunk rá, de viszont ha más nem, PR-ban nagyon sokat hozott, hisz egy pár perc, ami a fővárost mutatja, még többbe kerülhetett volna. Ez így van, ugyanakkor azt tényleg mérlegre kell tenni, hogy ez micsoda, hogy mekkora felfordulást, micsoda hát lezárásokat ér meg. Nem lehet a repülőgépeket. Az biztos nem. Az meg biztos a kerozingőz az is marad. Persze, de az, hogy nem született ebben döntés, ugye a főpolgármesterről azt mondta, hogy ezt a jogosítványt, bár ez jelenleg a fővárosnak az illetékes bizottsága a döntési kompetenciájába tartozik, de az ilyen mérvű döntéseket ő vissza fogja, el fogja vonni ezt a hatáskört a bizottságtól, és főpolgármesteri kompetenciába fogja helyezni. Tehát nyilván ez majd a következő hónapoknak az egyeztetése lesz, hogy a jövő évi versenyt azt milyen feltételekkel lehet majd megrendezni. Ön felel a város kultúrájáért, most éppen a szabadtéri fesztivál van, mit néz meg? Hát remélem, hogy nagyon sok mindent. Lesz például egy Gatsby show, ami nyilván egy nagyon izgalmas 30-as évekbeli Amerikát fog megidézni, ez engem mindenképpen érdekel. Sőt, ott voltam azon a kísérleten, amikor
mezítláb a Margit-szigeti nagyréten keringőzett sok ezer ember, a jó időben ezzel nyitották meg a most 80 éves Margit-szigeti szabadtéri színpadnál a nyári fesztivált is. Úgyhogy én mindenkinek ajánlom, hogy augusztus végéig hát menjenek ezekbe. Ötletei a fesztivál részt. Igazgatónőjének vannak, annál is inkább, mert ő is valamikor egy prima balerina volt, ma viszont a kultúra nagykövete. De ön foglalkozik sporteseményekkel is, külföldön valahol prezentált. Hol és mit prezentált? Prezentálni már régenben prezentáltam, viszont nem olyan régen részt vettem Glasgow-ban azon az ülésen, ahol az európai kézilabda bajnokságnak, a férfi bajnokságnak a 2022-es rendezővárosát honorálták, választották ki, és itt a közös magyar-szlovák pályázat nyert el egyébként a francia, belga, spanyol, illetve a kicsivel előtte visszalépő dán-svájci csapat előtt ezt a 22-es rendezést, ami azt hiszem, hogy egy nagyon komoly sportsikert jelent számunkra. Erre az eseményre a férje is elkísérte a hazánk londoni nagykövete? Képzelje el, hogy igen. Ezen mi is mulattunk. Mind a ketten hivatalos minőségünkben voltunk egyébként ott az eseményen, úgyhogy sokat mondjuk nem tudtunk egymással, hogy mondjam, mint férfeleség időt tölteni, hiszen ez egy egyészakás kétnapos út volt, és alapvetően arra koncentráltunk, hogy a másnapi prezentáció előtt olyan sok döntéshozó emberrel tudjunk beszélni, és győzzük meg a közös pályázat sikeréről, amilyen sokkal csak tudunk. Kinek volt nagyobb sikere, önnek vagy őneki? Ki beszélgetett több emberrel? Ezt nem, őszintén szóval ebben nem versenyeztünk, nem mértük le, de külön beszélgettünk, tehát ő nyilván egy más aspektusból tud beszélgetni, és figyeltünk arra is, hogy mivel ez egy közös pályázat volt, ezért mindig legyen velünk egy szlovák oldalról és egy kolléga, tehát így felosztottuk magunkat tulajdonképpen. Mekkora siker ez, hogy sikerült ezt elhozni mások óra elől? Szerintem nagyon komoly siker, és ráadásul főleg, ha azt megnézzük, hogy kik ülnek a másik oldalon, tehát kikkel szemben pályáztunk. Én azt hiszem, hogy ez az elmúlt évek nagy rendezvényeinek a sikerét is bizonyította, mert már nem kellett nulláról kezdenünk. Tehát nagyon jó volt, hogyha azt mondtuk, hogy fina, meg amikor azt kérdezték, hogy 4 év alatt mondjuk meg tudunk-e mi egy ilyet infrastruktúrálisan szervezni, akkor ez elég volt azt mondani, hogy nézzék meg, hogy Duna Arena 2 év alatt. És akkor erre nem nagyon lehetett mit mondani. A Duna Arénát sikerül eseményekkel megtölteni? Hát éppen most voltam ott pénteken a Világligán, vízilabda Világligán, ami egy nagyon jól sikerült esemény volt, és én is most már rendszeresen visszatérek a Duna Arénába ilyen-olyan sporteseményekre, úgyhogy én úgy látom, hogy ez elég jól fog működni, és van is rá igény. A gyerek mit sportol? Ritmikus gimnasztikázik. Azon kívül, hogy most türelmesen az előtérbe várja édesanyját, integessen legalább neki egyet, vagy dobjon egy puszit neki. Igen, szia Fanni. Úgyhogy ő is sportol, mert nekem is nagyon sokat jelentett az, hogy picikoromtól sportoltam, és bár volt néhány év, amikor ez egy picit háttérbe szorult az én életemben is, szerintem, hogyha valaki fiatalkorban jó pár évet sportol, akkor ez... Tehát a szervezet nem felejt, és igényelni fogja. És én is azért szeretném, és szorgalmazom, hogy azt is, igen, de talán ad is egy olyat, amit annyira megszok az ember, egy olyan eufóriát, meg egy olyan mindennapi rutint, hogy utána már, ha kicsit el is kanyarodik tőle, utána vissza fog találni a sporthoz. Sport van, és mi van a zenével? Hát a zene meg mindig van, a zene családilag is van, ezt talán már beszéltük is, hogy anyai meg apai oldalról is zenészek. Sőt, a múltkor együtt voltunk egy koncerten, és a sötétbe figyeltem, hogy mennyit vezényel. Igen, én azt észre se vettem, akkor ez nem volt tudatos, de hát a zene az mindenképpen közel áll hozzám emiatt is. A Zsidó művészeti napok keretében egy nagyon megható koncerten vettünk részt, és ott a sötétbe vezényelt magának, de figyeltem, jól csinálta. Nem vettem észre, de igen, nagyon örültem, hogy ott lehettem. És egyébként, ha más sport, akkor jövő évben ugye Maccabi Európa játékok is lesznek, 4 évente rendezik az európait, és ugye eltolva 4 évente a nagy Maccabit. Ennek is egyébként Budapest ad otthont, és ez ráadásul ugye megint nem csak sportot fog jelenteni, hanem kultúrát is, és reméljük, hogy az a létesítmény, ami majd sportot és kultúrát is szolgál a zsidóság számára, ugye az is. El fog ezt készülni időre, mert az előző vendégem Ács Tamás, a BZH elnöke azt mondta, hogy mintha kicsit le lennének maradva.
Én úgy tudom, hogy ott a közbeszerzések okoznak egyébként csúszást, ezt a nemzeti sportközpontok vezényli le, de mondjuk a felől nincsen kétségem, hogy időre el fognak vele készülni. Ha valamiben, akkor létesítményépítésben azt hiszem, hogy a megnyitót azt mindenféleképpen megtartják. Igen, ez július, azt hiszem július 29-től van a tanév. Milyen boom várható még a tanév kezdetéig a fővárosban, illetve egész Magyarországon a kultúra területén? Most ugye folynak a szabadtéri fesztiválnak a játékai. Igen. Én azt hiszem, hogy ha aki egy különleges élményre vágyik, az kultúrában, azok most tényleg a színházakat érdemes felkeressék. Ugye egyrészt azokkal a színészekkel, alkotókkal lehet találkozni, akikkel egyébként normál évad alatt a közszínházakban kvázi sokszor helyhez kötötte lehet csak. Ők ugye ilyenkor azért turnéra indulnak, és bejárják, hál' Istennek, Magyarországot, meg a környező országokat is sokszor. És ez egy tényleg egy különleges élmény. Mennyi turistát hoz ez most, ez az esemény? Mármint maguk az. Én nagyon remélem, hogy ugye ebből tényleg kiemelkedik a 80 éves Szabadtér Színház, ami ugye meg is újult az mondjuk elmúlt években. Mondjuk el a vezetője nevét is. Bán Teodóra, akire mi, mint fővárosi intézményvezető, nagyon büszkék vagyunk, és nagyon jól csinálja és látja el ezt a feladatát is. Nagyon sokat tesznek, azt hiszem, azért, és ugye a turisztika, a fővárosi turisztikai központ vezetése is nála van, tehát ő ezt szerintem kiválóan tudja menedzselni, hogy egyik a másikat egyébként erősítse. Úgyhogy ha valaki ki tudja hozni a turisták számára is a legtöbbet ebből az évadból, akkor az azt gondolom, hogy ő. Idén is lesz Sziget Fesztivál, mit tud erről mondani? A Sziget Fesztivál az élésvirú, most már bőven nagykorú, mindig elképesztően komoly turistaforgalmat generál, és ami fontos szempont számunkra, és ilyenkor látszik, hogy megéri investálni egyébként a fiatalokba a turisztika terén is, hogy azok a fiatalok, akik korábban még tulajdonképpen hátizsákos turistaként fillérekből diákszállásra jöttek, ők nekik egy komoly olyan részük van, akik felnőttek, és ma már visszatérnek, és ma már nem a diákszálláshol laknak, hanem 5-6-an összeállnak a jó emlékekre, és elmennek egy 4-5 csillagos szállodába, és hál' Istennek itt hagyják a pénzünket Magyarországon. És látogatják a budapesti fürdőket is. Így van. Előszeretettel. Előszeretettel, hiszen ugye a budapesti fürdőink, tehát az ideérkező turistáknak a több mint 60%-a elmegy egy budapesti fürdőbe. Tehát ez azt jelenti, hogy több mint minden második ideérkező turista fürdőt látogat. Tehát az, hogy Budapest az fürdő nagyhatalom, az még mindig egy bízunk benne, hogy egyszer majd lesznek nekünk is ilyen hirdetéseink, és akkor nézőink láthatják, hogy hova érdemes elmenniük. Kedves nézőim, ezzel a beszélgetéssel Pirkadat politikai reggeli magazin műsorunk véget ért. Vendégünk volt Szalai Bobrovnicki Alexandra, aki Budapest főpolgármester helyettese, és többek közt helyére tette azt az idézetet, amit rosszul olvastak vagy hallottak a főpolgármestertől. Jövőre is lesz zaj, jövőre is lesznek lezárt utak, és lesz Red Bull is. Addig is járjanak színházba, menjenek ki a Szigetre, és érezzék jól magukat. Most következik a Mindentől Független híradó. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Örüljünk a turistáknak, megérdemelnek egy plusz mosolyt, ha már nem egy virágot. Tartsanak velünk!